Lukács evangélium a 14. fejezetének 7-től 11-ig terjedő verseit olvasom. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomban, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Szeretett testvéreim, úgy látszik, hogy a tegnapi igénk gyógyítási története még az ebéd előtt történt, ott a farizeus otthonában, ahol lesték Jézust, és szép számmal összejöttek, többen figyelték, hogy mit művel, hogy azután a maguk elképzelése szerint megítéljék őt. Miután végbe ment a gyógyítás, elfoglalják a helyüket. És Jézus látja, hogy a főhelyeket hogy válogatják, és igyekeznek odaülni, ahol az a rangosabbnak számított, és alkalmat talál arra, hogy egy példázat, egy kis tanítás segítségével figyelmeztesse őket arra, hogy amivel be is fejezi, hogy aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Állandó kérdésem mindnyájunknak az, hogy a mi óemberünk az szeret pöffeszkedni a maga rangjával. Hogy azért ki vagyok, hogy vagyok, figyeljük meg, hogy mennyiszer hasonlítjuk magunkat másokhoz, akár családon belül, munkahelyen, a környezetünkbe, rokonságunkba, és az jön ki eredménynek, hogy én vagyok a különb. A hívő ember tanulja, hogy alázatosan kell járnia, és ebben a tanulásban nagyon sokszor úgy elbújtatja ezt a valaki vagyok vágyat, és igyekszik alázatoskodni. Valakivel beszélt egy lelkipásztor, és mondta az illető, hogy ő milyen kicsi, meg hogy mint, meg ilyen alázatosan beszélt, és akkor a lelkipásztor azt mondta neki, de azért ide figyelj, te vagy a leghívőbb abban a faluban. Akkor egy kis csönd, és azt mondta, hogy hát igen, ez így van. Mert hát megvan ez a rangja a saját szemében, és lehet, hogy tényleg a leghívőbb, de ezt nem így kell képviselnie. És figyeljük csak meg, hogy sokszor a mi új emberünk az óember képében, illetve a mi óemberünk az új ember ruhájába kíván így pöfeszkedni, hogy akkor azért a hívők között a rangom, meg akkor azért én ki vagyok, meg azért mit tettem le, meg milyen szolgálatot végzek. Mindegyikünknek szükséges ez a figyelmeztetés, nem csak ezeknek a farizeusoknak, írástudóknak, hogy ember, jobb, hogyha
tudod azt, hogy Isten kegyelméből vagy te, aki vagy. És mindened, amid van, az ajándékként és irgalomból a tiéd. Nem a te rangod szerint. És maradj csak meg alázatosan a te Istened előtt, és nem alázatoskodva, hanem őszintén látva, hogy mindezt ajándékként kaptad. És akkor azt mondja, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Az Úr tudja azt, hogy hogy kezeljen bennünket, és egy ideig el is tűri ezt a pöfeszkedést is. De előbb-utóbb megaláz bennünket, mert nem szeretné, hogyha ilyen visszaéléssel lennénk az ő ajándékait tekintve.